A Fidesz 2010-es kampánya miatt tenne feljelentést Simicska Lajos cége, a Hír TV. A társaság jogászai már a feljelentés előkészítésén dolgoznak, amit a társaság korábbi menedzsmentje ellen a 2010-es választási kampányban való közreműködése miatt akarnak megtenni, közölte Puskár Anett híradónkkal. A belső vizsgálatból ugyanis az derült ki, hogy a hirdetés szervezéssel is foglalkozó cégnél nincs nyoma annak, hogy kiszámlázták volna a Fidesznek a választási plakátok hirdetési árát. A 24.hu szerint csak harmad akkora költést jelentett az állami számvevőszéknek a Fidesz a 2010-es országgyűlési választás kültéri reklámjairól, mint amekkora összegről a Mahír City Posterrel kötött a hirdetés szervező. Gögő Zoltánnal folytatjuk tehát az MSZP elnök helyettesével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sokan! Ahogy itt elmondtuk, a Jobbik Parlamenti Vizsgálóbizottságot szeretne, ilyenkor pedig mindig azt is elmondjuk, hogy hát... Sok mindenre nem mentünk eddig. Hát én voltam ilyennek a lelnöke, Vörösi Szab például. Tehát amiben én azt gondolom, ilyen köztörvényes bűncselekmény ügyek vannak, abban nem nagyon érdemes eleve, ha büntető feljelentés van és elindul nyomozás, nem is lehet. Tehát hogy így van maga a törvény, hogy folyamatban levő büntető ügybe nem lehet vizsgálóbizottság, mert ugye az a kettő nagyon... Hát itt még nem tartunk, hogy ez hát annyiba, lévő hát annyi, hogy azt tudjuk, hogy önfeljelentés van elvileg, vagy lesz, hát legalábbis mit tudjuk. Azt is szeretném mondani, hogy nem tudjuk ennek mi lesz a témája, de megvárjuk, hogy mi az önfe, és mi akarunk egy feljelentés kiegészítést tenni, mert ez most már sorozat. Tehát látszik, hogy ez nem egy egyedi történet a Fidesz 2010-es ténykelése kapcsán, hanem legutoljára ugye az, hogy tizeddel vagy nem tudom hány oda áron kaptak plakátokat. 38 millióról lehetett tudni, aztán 98 millió. Tehát ott eleve van 60 milliós probléma, és ez akárhogy is nézem, az adócsalás. Tehát hogyha üldözik az áfacsalókat, meg üldözik az adócsalókat, ugye hivatalból, akkor itt nagyon-nagyon durva játék zajlik, mert hát ez miből, zsebből fizették? Itt honnan volt, jöttek azok a pénzek? Itt volt tegnap Csepregi Nándor, ott ült, ahol ön, és azt mondta, hogy egyrésztről, amit Simicska Lajos mond, azt azért ne tekintsük készpénznek, másrésztről minden fideszes mindig erre hivatkozik, hogy az ÁSZ minden kampányidőszak végén azt mondja, hogy a Fidesz költései rendben volt. Oké, ami számlát leadnak. Na de hát amit nem adnak a számlát, azt az ÁSZ nem látja. Tehát ezek szerint most itt olyan számlákról van szó, amik nem léteznek, vagy nem voltak. Vagy ha léteztek, akkor valamiért eltűntek, ami az meg még nem tűnhettek el, mert a hatályos szabályok szerint még elvileg meg kellene, hogy legyenek. Ugyan már adójogi következménye a 2010-esnek nem tudom van-e, szerintem nincs, de ha bűncselekmény történt, akkor elvileg is annak a büntetési tétele magasabb, mint ami a eltelt idő, akkor ennek nincsen még lejáró. Hát az, hogy a Simicska meg amit mond, hogy nem vegyük készpénznek, én azt gondolom, hogy ha valaki sokat tud a Fidesznek a pénzügyeiről, akkor a Simicska Lajos. Igen, és éppen ezért érdekes Molnár Gyula a pártelnöküknek a tegnapi nyilatkozata, amiben, hát én úgy fordítom, hogy egyfajta összefogást hirdet Simicska Lajossal, amikor azt mondja, hogy Simicska Lajos akár saját megvádolása árán is ezt a hatalmat leváltani akarja, vagy készen áll erre, ebben azt gondolom, mi segíteni fogunk neki. A politikai részét vállaljuk, ő pedig szállítsa nekünk hozzá a muníciót. Az eléggé nagy baj, hogyha az ellenzék, az MSZP kiszolgáltatott Simicska Lajosnak, hogy szállít-e muníciót, itt nem erről vagy van szó nem. Szerintem, itt arról van szó, hogy most itt vagyok egy műsorban, és pontosan arról beszélek, hogy a Simicska feljelenti saját magát. Tehát a politikai muníció itt csak arról szól, hogy nyilván ennek a politikai folytatását, meg a politikai kezelését, azt ő már nem tudja csinálni, mint valamikori fideszes, hanem a jelenlegi ellenzéknek. Igen, a dolga. Én ennyit látok ebben. De egy ellenzéki pártnak nem csak az a feladat, hogy kommunikálja az ügyeket, hanem hogy megkeresse az ügyeket. Azt értem, csak tényeket, sztorikat szedjen hát ebbe, össze, ez, és ezt önök Simicskától várják, nem? Hát, de most, ha nála van, akkor ugye mástól nem nagyon tudjuk várni, mert másnál ilyen típusú dokumentumok nem hiszem, hogy létezhetnek. Még egyébként nagyon sok dokumentumot kapunk. Akkor nem lesz kormányváltás? De mi nem akarunk összeborulni. Már nem, ja, hanem, igen, Simicska Lajos és hát, mondjuk a Fidesz. Attól még lehet kormányváltás, mert azért semmi nem tart örökké, de nyilván akkor nehezebb. Én a 18-as kormányváltásra gondoltam, hát, tudom, hogy én azt gondolom, hogy ez a, miután a miniszterelnök a nevét se hajlandó kimondani a volt barátjának, én nem gondolom, hogy ebből a nagy összeborulás lesz, meg hát elég sok borsot törtek az orra alá, de hozzáteszem, azért most állandóan Mészáros Lőrincről beszélünk, korábban ő voltam a Mészáros Lőrinc. Tehát maradjunk annyiba, hogy ez a helyzet, ez sokat a Fideszben nem változott, csak a személyek cserélődtek, hát most vannak újabb személyek, Arancsi Mészáros. Tehát... Arról nem szóltak a hírek, hogy Simicska Lajos nagyon kempingeket akart volna venni. Hát akkor még nem, tehát én sem tudok róla. Mészáros Lőrinc hozott újat.
azt már tudják a nézőink, hogy ön Balatonakalin töltötte most a... Én 20 éve kempingezek. Igen, és akkor most is onnan jöttem. Voltam én sátorban mindenben. Igen, most is onnan jöttem. Veszélyben van az a kempinghely, ahol ön van, meg egyébként sokan más? Hát az már úgy veszélyben van, hogy azt már tavaly eladták. Azt még nem a Mészáros Lőrinc vette meg. Ott van egy elég szerencsétlen szituáció, nem akarok nagyon belemenni, mert nem lenne annyi idő, hogy nem a kerítés a telekhatár, hanem beljebb 20 méterrel, és én egy olyan 20 méteres sávba kerültem, amit már tavaly értékesített egy másik felszámoló, mert ez két külön cég. Hát az sem volt éppen egy elegáns üzlet, mert egy 5,3 hektáros területet sikeresen megvett, nem tudom hányadik forduló, meg érvénytelenítés után 240-50 millió ér. Na de ezek szerint még mindig ott kell minket. Én most még igen, mert még ezt az évet, lehet, ezt az évet még megoldottuk, tehát hogy maradhattam, és akkor most keresnem kell, vagy a Mészáros kempingbe egy helyet, ami most Mészáros már Mészárosé, amit nem tudom, hát azon majd még töprengünk. Hát nem tudjuk. Az a baj, hogy minden bizonytalan, tehát én azt gondolom, hogy ezeknek a vége ingatlan biznisz, ugyanis egy kemping akármilyen jól működik, se tud 40-50 milliónál többet szerintem egy évben, még ezen a méreten se. Ha meg valaki egy 300 milliós vétel után keres mondjuk 3 milliárdot két év múlva, azzal, hogy kiparcellázza és a helyi szabálynak megfelelően mondjuk beengedül a 60-70 lakó ingatlant, akkor a falu úgy jár, hogy elmegy neki körülbelül 30 millió adó egy évben, mert nagyjából ennyi a befizetés, és hát az a 60-70 ember meg élvez egy olyan balatoni partszakaszt, ami szerintem nem is létezik az északi parton, egy szikranád nincs, csak úgy mondom mindenkinek, hogy egy olyan nyitott terület, ami részben horgászparadicsom egész évben, részben meg hát olyan látvány, hogy ember így kinéz ablakon, és akkor ott van itt egy tőlempé 30 méterre a víz. Na most ez az, amit elvett Mészáros Lőrinc. De mégis itt az adott kempinget 800 millió helyett már 300 ér. Hát igen, 800 millió volt a hirdetés, tavaly már volt ennél magasabb ajánlat egy másik körbe, az nem volt elég. Tehát azért itt ezen is el lehet gondolkodni, hogy most akkor ilyenkor van csődbüntet, nincs csődbüntet. Én is töprengtem azon, hogy ebben valamilyen feljelentés, csak az az igazság, hogy amíg Polt Péter itt az legfőbb ügyész, addig feljelentgetni az olyan dolog, hogy én nem szeretek feleslegesen dolgozni, megmondom őszintén. Tehát a gépészek általában gondolkodnak sokat, hogy keveset kelljen dolgozni, és nincs értelme. Tehát én annyi feljelentést írtam, most is van folyamodva 3 vagy 4, és akkor valamelyik körben már, vagy a minimális büntetésig jutnak el, amiért még semmi következmény, az a Hortobágyon tipikusan látszik. Tehát magyarul kormányt kell váltani elég alaposan, hogy ezt utána kezelni lehessen. Az ilyen sztoriknak, ez egy apró részlet ez a kemping, de ott a helyiek felháborodnak rajta? Elgondolkodnak azon, hogy beszél, akkor kire csak, fognak csak szavazni? Most hallgatnak, mint az a bizonyos a fülbe át. Most ugye azért, mert mindenkinek van valami... Hát nem vajon, és a helyi polgármester erre mit mond? Hát sajnálja nyilván azt a bevételt majd, ami ott elment. Nem nagyon tudja megakadályozni az igazság. Tehát ugye a település, ennek van elővételi joga, de az állam nem írja alá. Ugye most már csak az állami kezességvállással lehet hitelt fölvenni. Azért arról beszélünk, hogy ez egy mondjuk 1000 lakosú falu. Tehát ez itt nem arról, és ez nem fogja tudni a versenyt fölvenni Mészáros Lőrinccel, még hogyha az elemi érdeke lenne az összes helyi vállalkozónak, az éttermeknek, ott mindenki meg fogja érezni. Ott tavaly épült egy komoly áruház, nagyon szép áruház. Annak a vezetője megmondta, hogy ezt ő nagyon-nagyon meg fogja érezni, hogy ott mondjuk a 4-5 ezer ember helyett, ami ott általában van, mondjuk lesz ott 60-70 család. Aratás még egy picit. Igen. A Fidesz szerint minden szép, minden jó, minden sikeres. Hát ha az siker, hogy a 80-as évek szintje alatt vagyunk, miközben Európa meg már termésekben, miközben Európa meg elment 30%-kal, akkor az nagyon elgondolkodtató. Tehát én azt gondolom, hogy ez az agrárpolitika, ami most jelenleg van, ez gyakorlatilag tönkre fogja tenni véglegesen a magyar mezőgazdaságot. Ugyanis olyan hátrányunk van a te hozamukba, azért, mert egyszerűen nem hajlandó a mostani vezetés elővenni az új könyveket, hanem történelmi könyvekből akar igazgatni. Na most ez a világ elmúlt. Sokkal jobb gabonafajták léteznek a világban, mint amit nálunk erőtetnek, és az abból is látszik, hogy egymás mellett... De az állam tehet róla, hogy milyen típusú gabonát... Hogyne tehetne? Hát úgy adja a támogatást, meg úgy adja a szubvenciót, hogy megmondja, hogy milyen technológiákat, meg mit kell alkalmazni. De hát olyan részletekig, hogy igen, milyen típus. Igen, hát például olyan. Hát, de most gondolkodjunk, ha most csak az a haszon egy átlag termési gabonán, amit az Unió ad hozzá kiegészítést, akkor mi lesz, hogy 2020 után, ha nem ad? Tehát ebből kell kiindulni, hogy a francia akkor is meg fog élni, mert ő 30%-kal fölöttünk van. 80-as években egálba voltunk, és közben elmentek 30%-kal. Itt meg mi mindig azon agyalunk, hogy akkor most, hogy micsoda szuperök a magyar búzák, örülünk a magyar búzáknak. Hát végül is akkor még van 5 évünk rájönni erre, hogy hát igen, csak ezt már most kell elkezdeni, hogy átszoktatni a magyar termelőket az új technológiákra, a precíziós technológiákra, ehhez adni a támogatást, ehhez adni a technikához, a gépekhez a segítséget.
Ez mennyi idő ezt, egyébként? Hát ennek azért kell jó pár év, mire az fejekbe áttesszük ezt a helyére. Úgyhogy én nem lennék olyan nagyon büszke erre az évre, van 5 millió tonna búza, az elég, tehát semmi baj, még jó, hogy elég, hát valamikor háromszor ennyi is volt. Nem tudunk ezzel mit kezdeni addig, míg egy normális igazgatás itt nem lesz, és csak az számít, hogy most a haverok majd hogyan jutnak földhöz, ennek a politikának is az a lényege, az, hogy mit tudunk elvenni. Köszönjük szépen, hogy itt volt.